Több mint 134 millió forintból valósítanak meg egy komplex telepfejlesztési projektet a 2200 lakosú Nyírmihájdiban. A 2012-ben indult 24 hónapos program célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját és felzárkóztatását segítsék. Összesen a célcsoportunk 130 fő. Ez a 130 főn belül 75 fő aktívkorú, illetve a többiek gyermekkorúak. Közvetlenül 45 embernek nyújtott ez támogatást, mert megélhetési támogatást is kaptak, akik a képzésben részt vettek. Egyébként a képzés vonatkozásában 13 és tehát 21 néhány főnek volt képzés, ez könyves képzést jelentett, illetve kerti munkás képzést, akiket egyébként ezeket a képzéseket már sikeresen végrehajtottuk a pályázaton belül, és őket már most gyakorlatilag egy részük, nagy részüket már munkához is juttattuk a közmunkaprogram keretén belül. A pályázaton belül két építési beruházás is megvalósult. Tavaly októberben adták át a felújított korábbi művelődési házat, ami a Csillagház nevet kapta, illetve a szegregátumon belül a napokban fejeződik be a Csillagpontház építése. A pályázat elején, amikor indult, akkor azokat a szolgáltatásokat, amiket vállaltunk, azt konténerben teljesítettük, tehát ott a szegregátumban, egy irodakonténerben, majd amikor a művelési házat átadtuk a felújítást követően, akkor azokat a szolgáltatásokat ide telepítettük. Ezek ugye itt egyrészt ugye egészségügyi felvilágosítás zajlott, jogi segítségnyújtás, ezen kívül az időseknek a nappali ellátását is ide szerveztük, ami a pályázatban szintén szerepelt. Ez még most van szervezés alatt, rövidesen már működik. És engedélyt is fogunk kapni. Ez körülbelül 50 fő idős embert érint itt Nyírmihájdiban. Egyébként erre elég komoly igény volt a településen. Ha elkészül a Csillagpontháza, pályázat által biztosított szolgáltatások egy részét áthelyezik ide, az idősek nappali ellátása pedig továbbra is a Csillagházban a korábbi helyén várja az időskorúakat. A polgármester elmondta, a szemléletformálás igen fontos eleme volt a novemberben befejeződő pályázatnak, amit a célcsoport eleinte bizalmatlanul fogadott, hiszen ilyen korábban nem volt a településen.